Köszöntöm a kedves nézőket! Véget ért a nagybőjti időszak, elkezdődött a húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Krisztust pénteken keresztre feszítették, meghalt, de a harmadik napon, vasárnap, feltámadt. Kereszt halálával nem mentette meg az emberiséget a szenvedéstől, de a bűneitől megváltotta. A feltámadásával legyőzte a halált. Ezt ünnepli a katolikus egyház húsvétkor. Szentmise közvetítést láthatnak a Szent István székesegyházból, Spányi Antal megyéspüspök celebrálásával.
Csodálatos előttem a te tudásod. Feltámadtam, és újból veled vagyok, halleluja. Rám tetted a kezedet, halleluja. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Húsvét szent ünnepén szeretettel köszöntöm a templomot megtöltő kedves híveket, a hívek közösségét, és köszöntöm azokat, akik a televízión keresztül kapcsolódnak valamiféleképpen virtuálisan a mi imádkozó közösségünkbe. Töltse el szívünket húsvét öröme, töltsön el bennünket a megújuló hit kegyelme, és ez késztessen bennünket igazi tanúság tételre ebben a világban. Hogy igazán Krisztus nyomába járhassunk, tiszta lélekre van szükségünk. Vizsgáljuk meg hát lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Kolosszéiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok, keresétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Not vivus, digno
Mária, még mindig Spiritia, Szekorro Christi Viventis, et Gloria Fidi Jesu Reventis, Angelicos Testi, Sudarium et Presti, Surexi Christus Pismea, Precedet Suos in Galilea. Sivus Christum Surexis me, Amortuis vive, Tu nobis victoris miserere. Christus Fertamara, Vide rajti gyábor, Ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kérelej szól. Amen. Alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírul adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban szeretett testvéreim! Ha valakinek módja volt, és teremtett rá lehetőséget is, hogy a nagyheti szertartásokba, elmélkedésekbe, imádságokba vele kapcsolódjon, lassan-lassan remélem megszületett lelkében húsvét öröme és békéje. Újra meg újra átgondolva a szent titkokat, a misztériumot, az evangéliumok tanítását és az egyház hitét, megértette, amennyire embernek ez lehetséges. Milyen nagy szeretet volt Jézusban, aki az utolsó vacsorán kenyérben és borba rejtezve maradt közöttünk, hogy értünk adott testével és vérével táplálja mindenkorok, minden hívő emberét. Talán megértettünk valamit abból is, hogy nagypéntek kereszt halála, az emberi tragédia értünk és miattunk történt. Hogy a mi bűneink vitték Krisztust a keresztre, aki a bűneinket elvéve megszabadított bennünket, megváltott, hogy ne a bűnök rabságában éljünk, és a bűnök következményeként ne legyen részünk az örök elveszettség, hanem Krisztus szeretetében megszabadulva képesek legyünk új életet élni. Átéltük azt a sírba tételi csöndet, amelynek harmadnap hajnalán lett vége, amikor Jézus tanúk nélkül föltámadt a sírból. A tanúk azt látták, hogy a sír, amelyet olyan gondosan hatalmas kővel eltorlaszoltak, a kő, amelyet lepecsételtek, hogy senki el ne mozdítsa, és amely elé őröket állítottak, az a kő egyszerre el van hengerítve, a sír belül üres, és a sír előtt angyal van, aki tudtára adja az embernek, miért keresitek az élőt a holtak között. És aztán látják az Urat. Ha nem is látták a föltámadás tényét, de találkoztak a föltámadottal. És az a szív, amely tele volt bánattal, amely azt hitte, hogy vége az emberi életnek, vége mindennek, Krisztus meghalt, az most megtapasztalja. Hát úgy van minden, ahogy ő azt előre megmondta, hiszen nem megjövendölte. Majd föltekintenek arra, akit fölfeszítettek, aztán eltemetik, és harmadnapra föltámad. S íme itt van a harmadnap, és Krisztus föltámadt. Minél több jóságot tapasztaltak meg Krisztustól, annál több öröm volt a szívükben. Akik megérezték, elrontott bűnös múlt életük vége, mert Krisztus fölszabadította őket, megváltotta őket, nem az számít, ami mögöttük van, az számít, ami előttük van. Aminek neki rugaszkodnak, az számít, hogy Krisztust kövessék, és ez a Krisztushoz legyek hűségesek. Akik hallották a szavait, és örömmel töltötte el őket, és kijelentették, ember így még nem beszélt, milyen örömmel keresték azokat a szavakat, amelyeket egykor hallottak, és azokat, amelyekről az apostolok tanúskodtak, mert jó volt ezeket a szavakat újra hallani. Mekkora öröm volt azoknak a szívébe, akik megtapasztalták gyógyító erejét, megtapasztalták megértő jóságát, akiket vígasztalt és szégyenből, bajból emelt ki, most megtapasztalták, hogy Krisztus él. Testvéreim, mi itt azért vagyunk együtt, mert tudjuk, hogy Krisztus él. Föltámadt,
És ez nem egyszer valamikor régen megtörtént esemény volt, az időben persze egyszer történt meg, az idő egy pontján, de valahogyan mégis mindig ebben a pontban tudunk kapcsolódni, valahogy mindig mégis előttünk is föltámad az Úr. Amikor a föltámadottra tekintünk, akkor azt kell megértenünk, hogy miként miattunk és értünk halt meg a kereszten, ez a sírból fölkelő Krisztus értünk támad föl. Azt akarja, hogy mindannyian az ő új életéből részesüljünk, abból az életből, amely szent, amely örök, amely képes a jóra, és amelynek a jót kell is tennie. Értünk támad föl, hogy a mi életünk többet ne legyen reménytelen, ne legyen kilátástalan, ne legyen kudarcok sorozata, hanem legyen Krisztus követésében kiteljesedő, boldog élet. A föltámadt Krisztus, aki bennünket a maga életében akar részesíteni, azt a feladatot bízza ránk, hogy mi ebben a világban róla tanúskodjunk. Ha egyszer megtapasztaljuk, hogy él a Krisztus, és ma is velünk van, és ma is találkozhatunk vele, neki adhatjuk életünket, őt hordozhatjuk lelkünkbe, szívünkbe, akkor kell, hogy erről a Krisztusról szóljon a mi életünk. Tegyünk tanúságot róla, és beszéljünk az ő szeretetéről, hirdessük az ő örömhírét, álljunk ki a jó mellett, de álljunk ki a rossz, a bűn, a gonosz ellen is. Mennyi jó van, amelybe belekapcsolódhatunk, mennyi szeretetre van lehetőségünk, mennyi jót tehetünk és mennyi örömet szerezhetünk, ha egy kicsit figyelünk egymásra. Ha próbálunk Krisztus szemével nézni, és próbáljuk egymást bátorítani, segíteni, fölemelni, megérteni, vigasztalni, bátorítani. Talán legtöbb embernek nem is sok hiányzik, csak egy parányi, és igazából nem is kerülne talán semmibe. Csak egy kicsit ráfigyelni, egy kicsit önmagamról megfeledkezni, csak tenni azt, amit Jézus tenne a helyemben, amit megtettek a szentek a helyemben, amit én is megtehetek, ha akarok. De ellene kell mondanunk a gonosz minden mesterkedésének, a sátán minden kísértésének. Ellene kell mondanunk a háború borzalmainak, amely pusztít, öl és rombol, amely nyomán emberek életüket és életük művét vesztik el, és marad a nyomorúság, a szenvedés, a bánat. Ha az élet megmarad, a megsebzettség akkor is ott van, és az egész földi élet során azt viselni kell. Ellent kell mondanunk mindannak, ami a józanésznek ellent mond, ami nem egyeztethető össze az emberi természettel, ellent kell mondani annak, ami világos, hogy nem igaz, csak valahogyan mégis trendi lett a világban, mégis sokan állítják, és aki ellene mer mondani, azt lehurrogják. Meg kell próbálnunk megállítani az apró emberi rosszaságot, gonoszságot, gonoszkodásokat, azokat a csípkelődéseket, szurkálásokat, amelyekkel akár egy családon belül egy embernek a napját lehet nehézzé tenni. A keresztény ember, aki Krisztus föltámadását ismeri, és ennek hírnöke kell, hogy legyen, kell, hogy a jónak legyen tanúságtevője, szószólója.
Miért ne lehetne egy új világot építeni? Miért kellene ezt a világot a gonosznak odaengedni? Miért kellene azt hinnünk, hogy mi gyengék vagyunk? Mi nem vagyunk gyengék, mert nem a magunk erejébe bízunk, hanem mi a föltámadt Krisztustól várjuk, hogy általunk is működjön, és általunk is tegye a világot igazabbá. Legyen szívünkbe a föltámadt Krisztus öröme, és a vele való találkozás adjon nekünk mindig bátorságot, hogy mellette kiálljunk, és örömhírét hirdessük mindenkinek, aki érti szavunkat és életünk példáját. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyben, ott ül az Atyának ugyan, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus föltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Legyen velünk édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, újjongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által egyházat csodálatosan újjászületik és növekszik, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiottatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hídben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. A Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten áldjon,
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A húsvét ünnepi szent mise végén szívből kívánom minden itt jelenlévő testvérünknek, szeretteiknek, a televízió keresztül hozzánk csatlakozóknak húsvét örömét és békéjét. Szívből kívánom, hogy sikerüljön találkozni a föltámadott Úrral, tapasztalják meg, hogy az ő szeretete megújítja a magunk életét, és ezzel a megújult élettel akarjuk megújítani környezetünket, a körülöttünk élőket, a világot. Sugározzuk a világba azt a szeretetet, amelyet a föltámadt Krisztustól kapunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Amen. Ő, aki egyszülött fiának föltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja.
Kedves nézőink, húsvét vasárnapi szentmise közvetítést láttak a Szent István Székesegyházból Spányi Antal megyés püspök celebrálásával. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!